réges régen, amikor még azt hitték az emberek, hogy a Föld ilyen, meg ilyen, meg ilyen, és hogy a nap forog a Föld körül így, meg így, meg így, akkor bizony, bizonytalan volt még nagyon a varázslók sorsa. Ilyenek voltak, meg ilyenek, meg ilyenek. És nem hittek nekik, néha még üldözték is őket. De ma, mai napság, amikor már tudjuk, hogy a Föld gömbölyű, s hogy űrhajók száguldanak a Holdon innen és Holdon túl, mai napság már senkinek nincsen kétsége afelől, legalábbis Budapesten, hogy varázslók vannak. És minden varázslók között az első, éppen az a Csili Csala nevű, akinek csodáit ezennel bemutatjuk, méghozzá működés közben. Végre! Csak hogy megtaláltál! Gyere csak fel! Kérem! Értem. Szóval, neki repült egy kismadár. Kismadár! És csör! Csör! Így történt, tanár úr, kérem. Erős kismadár lehetett. Talán sas lehetett, tanár úr, kérem. Picike sas. Vagy ilyesmi. Balog. Hát az imént azt mondtad, hogy egyáltalán nem is voltál itt. Szóval nem voltam itt. Vagyis éppen visszajöttem. Siettem hazafelé, amikor éreztem, hogy valamit elfelejtettem. Elfelejtetted betörni az ablakon? A számtanfüzetemet hagytam itt ugyanis. És szerettem volna foglalkozni a számtannal. Igazán? És hol van az a füzet? Már nem tudtam kihozni, mert közben arra lettem figyelmes, hogy csör. A picike sas. Mondom, na, biztos betört valahol egy ablak. Még gondoltam. Jaj, csak nem az iskolái valahogy.
Hát akkor itt most szépen leülsz és gondolkozol, hogy hogyan is tört be a szertár ablakon. 2 óra múlva visszajövök, és akkor majd ügyesen elmondod. Voltak éppen azért haragszom rád, mert be akartál csapni. Mert ahelyett, hogy azt mondtad volna, hogy tanár úr, szóval ezen gondolkozz, hogy mit kellett volna mondanod. Szóval? Leszaladok apámhoz a műhelybe, kihozom az üveget, szerszám, minden van. És mire Kovács tanár úr visszajön? Tip-top. És akkor azt fogom mondani, hogy az ablak nem is volt betörve soha. Mozgás, gyerünk! Nem gyerünk, hanem... Na jó. Hát neked adom ezt a zsebkést. Hát akkor megkapod a bőrnotest, amelynek ha olyan szint... hiányzik a fedelet, tudom. Nem emléket akarok. Miért nem mindjárt a fényképeidet kínálod? Majd én megmondom, mi kell nekem. A szájharmonikád. Otthon is még rengeteg mindenem van. Ott van mindjárt a 2 töltőtól tartom, minket magad is láttál szódásüvegcsövek garmadával. A harmonikáról beszélek. Hát a szódásüvegcsövekért a csengeri minden nap járt kunyerálni. Már sírt is. Hát az öcsém is megmondhatja. Az. Vagy van harmonika, vagy nincs ablak. És ha mondjuk ma megkapnád a lovamat. Na ne! A lovadat? A lovamat. Hát az öcsém is megmondhatja. Az öcséd? Hol a ló? Otthon. Gyerünk! És az ablak? Jövet hozok mindent, ne félj semmit! Hint a ló? Á, ló, ha mondom. Sosem mondtad, hogy lovatok van. Valahogy nem került szóba. Tőlünk a mozi is látszik a konyha ablakból. A kert mozi, csak úgy. Á, a mozi! Á! Csokolom! Szervusztok! Nagymama Jóska feljön egy picit, ígértem neki valamit, valami dolgot. Na jó van, de ne rohanjatok, itt a kulcsfiam. Nekem még vennem kell valamit a közértben, öcsit vigyétek magatokkal, jó? Csokolom! De ne rohanjatok! Ne rohanjatok! Rohanjatok! Oda ígértem neki a lovat. A lovat? A lovat. Hát persze, el is viszem most mindjárt. Jó. Előre megyek. Beszélek vele. Persze. Hát akkor... Beszél vele. A ló? Nem. Gyuszi a lóval. Itt a kis gazdád. Itt bizony. Megjött a gazdi az iskolából. Nyihaha! Nyihaha! Hogy hívják? A gyuszit? A lovat? Azt még nem tudom. Nyihaha! Nézd már! Még feldöntesz örömödben. Ha nem, milyen hírt hoztam ám. Bizony édes lovam. Kis lovam. Csiri Csala bácsi. Itt tetszik már lenni? Hát persze, hogy itt vagyok. Végre! Drága Csili Csala bácsi, kérem, tessék engem kihúzni. Ugyanis egy nagyon fontos ablak az iskolában, amelyik... Mire én? Tudom, ott voltam. Hát akkor... Mi az, hogy hát akkor? Kérném szépen a lovat. És azt hiszed, ezzel minden el van intézve? Azt hiszed, ezzel minden el van intézve? A többit már én elintézem. Nem mond, hogyan? Csak tessék rám bízni, ha itt a ló. Hát jó, legyen a ló. Virja varázslat, Virja parádé, Csili csalamádé, hipp és hopp. Csili Csala bácsi.
Szuszi hangja. Öcsi, Jóska! Bükk József, aló. Aló. Persze. Az én lovam. A bátyám lova. Az én lovam. A lovat nem adom. Akkor nincs ablak. Hát megkapod a bicskát, vagy a golyóstóla. Hát a harmonikát. A lovat? Ezt a lovat? Ilyen ló nincs több a világon, igaz? És ha éppen tudni akarod, hát ez még beszél is. Beszél. Akkor hiszem, ha hallom. Hát kérdezz tőle valamit. Kérdezzek? Persze. Hogy hívnak? Tud beszélni, csak hallgatok. Öcsi, idegenekkel nem igen szokott így mindjárt elsőre. Kis és szégyellős, de majd én beszélek vele. Légy szíves egy pillanatra. Friss füvet adok neked. Ropogó szabot, aranyos szénát, cukrot. Márvány is tálóba viszlek, csak beszél. Csili Csola bácsi. Itt tetszik már lenni? Hát persze, hogy itt vagyok. Itt. De Csili Csola bácsi, hiszen ez a ló nem is tud beszélni. Nem az a baj, hogy nem tud beszélni, hanem te azt hazudtad, hogy tud. Azt hittem, hogy ez benne van a varázslásban. Nem, ez nincs benne a varázslásban. És nem is lehetne megcsinálni? Mi az, ki akarsz próbálni, öregem? Ha már ugye kedvezőbb lenne, ha beszélne. Tudod, milyen botrán lesz ebből? Csak tessék rám bízni. Na jó, nem bánom, ahogy akarod. Tessék. Virja varázslat, pirja parádé, Csili Csala mádé, hip és hopp! Csili Csala bácsi. Ló. Ló, kérem. Parancsolsz? Kérlek. Öcsi, Jóska, beszél! Itt a mi kis öcsink. Kezi csókolom. Szervusz! Ez itt a mi Jóska barátunk. Nagyon örvendek. Nevem Ráró. Báró tetszik lenni? Nem Báró. R mint Rezső, A mint Ádám, R mint Róbert, O mint Olga, Ráró. Hát akkor mehetünk, mert az ablak... Nem adom! Nem adja! Mit visszhangozol itt össze-vissza? A lovat? Nem. Nem. Akkor nincs ablak. Ha meggondoltátok magatokat, vágtassatok utánam. Lovon. Azért köszönhetett volna. És most? Ide vagyok varázsolva, tudok beszélni is. Hát akkor... Játszunk valamit. Helyes, de hol itt a friss fű? Mi lovak szeretünk játszani, de te friss füvet ígértél. Hol itt a friss fű? Majd lesz, lesz. Nézd, ilyesmit tudok adni egyelőre. Egyelőre pécsütemény. Friss füvet akarok. Akarsz vajas kenyeret? Aranyos szénát akarok, azt ígértél. Barackleklár van. És dérlőspenót. Mintha lassan feledésbe merülne, hogy én tulajdonképpen ló vagyok, zabot akarok. Van keksz és kockacukor. És holnap lesz zab. Na jó, valahogy majd csak meg leszünk. Hát akkor nem bánom, jár! Ez a nagy ribillió. Kedves, de hogy apád mit fog szólni, már a sejemhernyókat se nagyon bírta. Na de nagymama, egy ló az egészen más. Hát más, más. Ez biztos, hogy egy ló az egészen más.
Kezi csókolom, drága nagymama. Lám, lám, maga beszélni tud. Hát, látjátok, gyerekek, ilyen az én fiatalságomban nem volt. De azért megkérem, kedves ló, hogy ne szólítson engem nagymamának, jó? Bocsánat, de már annyira a családhoz tartozónak érzem magam, ne tessék haragudni rám. Na jó, nincs semmi baj, játszatok tovább. De hogy apa mit fog szólni? Hát egy ilyen egy huncut, beszélő lovat szerez magának. Jönnek! Gyere be! Miért? Mert meglátnom! Te szégyelsz engem, ezt kellett megérnem, Gyula! Kicsi nekem ez az asztal, én itt nem sérek el. Legalább két számmal nagyobb kellene. Öcsi, csukasz! Gyere ide a függöny mögé! És ne ránkas folyton, engem! Bátorkodom megjegyezni, hogy vissza gyorsan, menj már vissza! Jó napot! Jó napot! Apa, apa, ne izgasd fel magad! Én? Gyuszi, kérlek, csak azt akartam mondani... Jó, megyek már. Mi van itt? Az egész ház kint van a folyosón. Mi történt itt? Patkó. Egy patkó. Egy patkó. Persze. Dobd a hátad mögé szerencsét hoz. Hogy kerül ide egy patkó? Hát biztos azért a lóé. Könyörgök, milyen lóé? Hát lovakkal lakom én együtt? Apa, ezt pontosan eltaláltad. Tessék? Nem éppen lovak, de ló. Egy ló. Egy paci. Egy ló? Egy ló. Egy ló? Elbújt. Tessék megkeresni. Víz. Víz, víz. Nagyon hideg víz. 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 Langyos, langyos, langyos. Meleg, melegebb, forró, tűz, tűz! Kukucs. Mondd neki, hogy kukucs. Írtóra sértődős. Kukucs. Na, ki vagyok? Én vagyok a ráró. Gyuszi. Mi ez már megint? Most meg egy lovat csődítesz a lakásba? Hát én komolyan mondom, és ez még nem elég! Még hasbeszéléssel is át akarsz ejteni? Kérem, ez nem hasbeszélés, bocsánat, de nem régen vagyok elvarázsolva, és ha izgatott vagyok, akkor az anyanyelvemen beszélek. Nem kell Gyuszit folyton színi, pajkos, de alapjában véve nem rossz gyerek. Fiú gyerek, hát eleveli. Mi ez? Már a nevelésbe is beleszól? Ezt kikérem magamnak. Bocsásson meg, kérem. Én csak mondom, hogy a drága nagymamának igaza van. Maga az én anyámnak ne mondja, hogy nagymama. Érti, kérem? Hagyd, fiam, ezt én letárgyaltam a kedves rádóval. Hogy? A nagymama már ismeri. Igen, már volt szerencsénk az aranyos, hogy kartárs nővel, vagy szóval, hát vagyis... Mindegy, mindegy. Mondhatom, nagyon kedves, jól nevelt, helyes kis ló. Kérem, tessék elhinni, hogy sok ember boldog lenne egy ilyen lóval. Boldog lenne, kérem, ha mondom. Igen, boldog. Igen. De mit fog itt enni? Ugyanannya, ahol öten ülnek az asztalnál, van helye egy hatodiknak is. Na jó, hiszem. Nem arról van szó. Nagyon kérem, de egy városi lakásban nem való ló. Én ebbe nem megyek bele! De én varázsolt ló vagyok, Balog úr, kérem. Akkor sem. Akkor sem! Hiszen a kosztját csak ugyan megoldhatnánk valahogy. Hát mi kell nekem? Néhány kötek széna, pár kiló zab, kockacukor, esetleg kristály, nem vagyok kényes. Városi lakásban nem való egy ló! Sok jó ló kis helyen is elfér. De itt nincs sok jó ló. Itt ló csak egy van. És az maga? Na, apa, apa. De kérem, én valóban ló vagyok. Hát hol? Merre? Hova?
kicsit nehéz. Igen. Be kell látnia, nem kétséges. Kérem, szűk. Lakásnak elmegy, de mint istáló. Hát az nem is lesz istáló! Ez az én családi otthonom! És aki lovat varázsolt, az varázsoljon neki istálót is! Pillanat! Csili bácsi! Talán volnál szíves a teljes nevemen szólítani, jó? Csilicsala bácsi, kérem, tessék meg nagyobbítani a lakást, a ló vége. Meggondoltad, mi lehet ebből egy betört ablakért? Jaj, ne tessék most nekem, csak gyorsan, gyorsan. Jó, jó, figyelmeztettelek, nos? Majd én elintézem. Hát akkor táguljon a lakás. Viri a varázslat, viri a parádé, csilicsala mádé, hipp és hopp! Ezek a mai gyerekek, komolyan mondom, hát nem kitágítja a lakást. Tágul! Tágul! Nem biztos, hogy ez helyes. Nem biztos. Borzasztó nehéz lesz visszatolni, ez nem kétséges. Nem! Én ebbe akkor sem megyek bele! Nem megyek bele! Gyerünk, Ráról, lesz itt hely! Gyerünk! 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 Mi az már megint? Össze megy a fogám! Mi az? Összeborul a lakásom! Segítség! Házfelügyelő! Házfelügyelő, rendőrség! Házfelügyelő! Rendőrség! Rendőr! Mi rendőrség? Ráismerek a faszonyáról arra az ember balogra, de agyon csapom, ha lekerülök innen! Agyon csapom! Mi? Csap, kedvere, saját gondolom helyet érni! Agyon csapom! Vigyázzon a nyelvén! Agyon csapom! Nagy huncut a fiad! Te is ilyen kópé voltál gyerekkorodban. Na azért én ilyet nem csináltam. Hát ők modernebbek. De nem nekünk szól, igaz, öcsi? Persze! Csilicsala bácsi, segítség! Mindenki a bász segítségére, nem azt mondtad, hogy mindent elintézel, mi? Én nem tudtam, és arra gondoltam ugyanis. Nincs többé ugyanis, vagyis ugyanis ez lett a hazugság vége. Megérted? Most az egyszer még Csilicsala bácsi. Álljon vissza minden a helyére. És te hová állsz? Én. Én törtem be az ablakot. Ezt sejteni lehetett a körülményekből. Persze. Tanár úr, kérem, a csúzit nem kaphatnám vissza? Balog!
Miért zárod erős? Mert a Gyuszi tanult. Erősen? 7:30. Már 6-kor felkelt, azóta mindig. Beviszem neki a kis reggeliét. Laktanyára való kis reggeli. Aki ennyit tanul, annak táplálkoznia kell. Persze. Ne védd. Nem védem. Egy évben 365 nap van. Pont ma, Bonifász napján tanul erősen. Reggel 6-tól, amikor délután megy iskolába. A tanár úr megígért, hogy felelet számtanból és fizikából. Kijavíthatja a hármasát, meg a kettesét. Kettese is van. Persze. Gyuszi, zavarja a hangos beszéd, azt üzenem. Azt üzenem. Hát komolyan mondom, ha még egyszer azt üzeni. Koncentrálni akar. Koncentrált volna azelőtt, mielőtt a kettest kapta. Az ő eszével. Hát esze az van. De nem arra használja, mire kellene. Tessék. Mondj igazat, betörik a falat. Elmentek. Arszol! Ére kísérre aludni. Behúnyt szemmel mondom föl magamnak az anyagot. Aha, persze. Törtel úgy osztunk, hogy a számlálót a számlálóval, illetve nevezővel, jobban mondva nevezőt a nevezővel, belezavartál. Bocsánat. Törtel! Hol van ez? Tíz perc szünet. Te ma be tudtad fűzni a cipődet? Cipőfűzés? Tudod te mennyi egy pont per köbcentiméter? Nem. Egy pont per köbcentiméter egyenlő... Egyenlő... Az egyenlő... 1 kilopont per köbdeciméter. Na? Óriási. Hidd meg ezt még, Gyuszikám, egy kis kuglófot is hoztam. Mindig az a sok cikk, hogy így a túlterhelés, meg úgy a túlterhelés. Közben meg valóságban tudósoknak való tanulmányok. A gyilkos a létre tetején álmorton kinyitja az ablakot, és ebben a pillanatban mellébe döfik a kés. De ha Mortont a mennyasszonya szúrta le, kiölte meg a sántapincért. Hát azelőtt azért nem kellett ilyesmit a tanulóknak megoldaniuk. Ez egy krimi. Tudja nagymama azt jól. Csak bekütöttem kékbe, hogy a tanárok. Meg tetszik tudni, milyenek a tanárok. Én tudom, fiacskám, én tudom. Máma, nem főzünk semmit. Jaj, dehogy nem, öcsikém, gyere. Ne zavarjuk Gyuszit. Á, most egy kis szünetet tartok. Kicsit ki vagyok. Nem csodálom, fiacskám. Itt a módszerben van a hiba, tetszik tudni. Na mondd el ezt, fiam, mondd el azt, fiam, mintha az ember gép lenne. Kitkat átkapcsolok, és már is fújom. Törtel, úgy osztunk, egy pont per köbcentiméter egyenlő, különböző anyagok közül annak nagyobb a fajsúlya. És az önérzet? Az ember, ember. Hát tetszik tudni, mit mondott Gorki. Én tudom, fiam, tudom. Hát kinek jó az dadogni a tábla előtt? Hát milyen felnőtt lesz abból, akit serdülőkorában megalázott a felnőttek társadalma? Milyen apa lesz az? Gurul. A felnőttek persze gépeket találnak fel, hogy... Csili Csala bácsi! Itt tetszik már lenni. Hívásra azonnal jövök, hívás nélkül egy kicsit előbb. Nos. Drága Csili Csala bácsi, kérem, ugyebár tetszik látni. Úgy szólván pitymallott a viradat, és én már nekifogtam. Amikor a tanév pitymallik, tulajdonképpen akkor lenne helyes nekifogni. Tehát ehhez 10 tanév is kevés. A lexikonokat csak nem adta fel a tanár úr. Én be akartam vágni a lexikont, és kivágni a rezet vagyis, és tetszik tudni, mi kell csak hozzá. Az, hogy megtanulod az anyagot? Nem. Egy robotember kell hozzá. Egy gép. Egy gép? Az. Már régen fel van találva, csak nekem nincsen. Világos? Egyelőre az világos, hogy neked megint valami sötét dolog jár a fejedbe. Sötét dolog?
Az emberiség nagy találmánya, sötét dolog. Az emberiség feltalálta a komputereket, a robotembereket, ugyebár. Az emberiség előbb sok mindent megtanult, hogy ilyen gépeket feltalálhasson, ugyebár. De ma már készen vannak. Mosogatógép, számológép. Én olyan gépet akarok, amelyik felel helyettem az iskolában. Na, Csilicsava bácsi, virja varázslat. Hát te csak ne sürges, légy szíves. Tudod te, mi lesz ebből megint? Ötös! Ötös a találat, öröm a diáknak, öröm a tanárnak, öröm az egész Balog családnak, és öröm a drága varázslónak, aki kihúzta a bajból. Még egyáltalán nem húzta ki. De Csilicsava bácsi, kérem, mi az a gép egy varázslónak? Egy robotember, egy robotgyerek jóformán. Meggondoltad? Teljességgel. Az elejétől a végéig. Tessék. Virja varázslat, pirja parádé, csili salamádé, hip és hopp! Hát ez az! Csak bele kell tenni a füzetet, vagy a lexikont is, mi? Hát ugye. Akkor most bedobjuk, és már is föltesszük a kérdést. Nos, Balog, tudományod mai állása szerint hogyan osztunk tortát törttel? Na, mi lesz? Csilicsala bácsi, kérem, ez még annyira sem működik, mint én. Én legalább elkezdem. Hát vedd figyelembe, hogy ez csak gép. Be kell állítani. Mit csinál? Vasal. Most meg kefél. Csilicsala bácsi, kérem, ez csak dolgozni tud. Hát azért találták fel. Törtettel úgy osztunk, hogy a változatlan osztandót az osztó reciprok értékével szorozzunk. Hát ez kell nekik. Ötös, ötös a találat, öröm a diáknak, öröm a tanárnak. Biztos? Minden tanár azt szereti, a diák fújja az anyagot. A diák, de nem a gép. Az mindegy. Hűha, vagyis Csilicsala bácsi, kérem. Ha ez bemegy az osztályba, mindenki látja, hogy egy gép. Hát erről volt szó, nem? Már bocsánatot kérek, de nekem ez nem segítség. Én olyan gépet akarok, amelyik olyan, mint én, hogy ne tudják, melyik a Balog és melyik a gép. Ez világos, nem? Ebből óriási botrány lesz, Gyuszi. Azért vagyunk a teremtés koronái, hogy a gépek ne tudjanak botrányt csinálni. Tehát... Én figyelmeztettelek. Pirja varázslat, na, még lehet szólni. Pirja parádé, még mindig nem késő, Gyuszi. Csilicsala mádé, nos. És hopp! Jelentem, itt vagyok mindketten, semmi különbség köztem. Különbségnek nevezzük a kivonás eredményét, vagyis ha a kisebbítendőből kivonjuk a kivonandókat, a művelet eredményét különbségnek nevezzük. Csilicsala bácsi, kérem, ezt csak számolni tud? Hát arról volt szó, nem? Arról volt szó, hogy pont olyan legyen, mint én. Én se csak a számtanról tudok beszélni. Te csak a számtanról nem tudsz beszélni. Ne tessék személyeskedni, jó? Tessék rendesen mindent belevarázsolni. Különben nem veszed át, mi? Gyuszikám, ebédelünk! Na, Csilicsala bácsi, igazán tetszett hallani, mindjárt indulnom kell. Kimegyek ebédelni, és mire visszajövök? Ahogy a kedves vevő parancsolja. Hű, de megéheztem! Ez, Gyuszikám. Elfáradtál, ugye, csillagom? Nem mondhatom, frissebb vagyok, mint reggel. És a számtan? El van intézve. Nyugi. Kész az ebéd. Köszönöm, nem eszem főtt ételt. Nem. Mégis eszel? Mi az, hogy mégis? Semmi. Hova mész? Miért? Sehová. Nem illik járkálni, ha más eszik. Köszönöm az ebédet, írtó klassz volt. Én pucoltam. Mindig siet. Modern tempó. Indulnom kell. Vigyázz magadra, csillagom. Szia. Viszontlátásra, kedves öcs. Milyen más, mint szokott lenni? Túl terhelés. Mosogattunk? Igen. Csoklom, nagyi. Szia. Szia.
Vigyázz magadra, csillagom! Hát ez a Gyuszi, hát nem kétszer megy el egymás után? Akar háromszor. Neki el semmi. Jól van, Gábor. Tisztességgel átvetted az ismétlést. Négyesre javítottál, helyre mehetsz. Bükk József. Tanár úr, kérem, én csak gratulációképpen, ugyebár örömömben, hogy... örömömben. Na, hát akkor most mi is örvendezzünk a te jó feleleteidnek. Készültél? Igenis. Nos, hát, Bükk Jóska, tudományod mai állása szerint hogyan osztunk törtet, törtel? Törtet, törtel úgy osztunk. Úgy osztunk törtet, törtel. Törtel. Tanár úr, kérem, nem érzem jól magam. Azt el is hiszem, fiam. Én is rosszul érezném magam a te helyedben. Rendetlenkedel az órán is, közben nem tudsz felelni. Balog! Halljuk, Balog, mit kellett volna Bükk Jóskának felelnie? Nevezett tanulónak azt kellett volna felelnie, miszerint törtet-törtel úgy osztunk, hogy a változatlan osztandót az osztó reciprok értékével szorozzuk. Jól van, Balog. Erítsak ki a táblához. Írd csak fel, fiacskám, 3/7, osztva 3/10-zel, Bükk Jóska pedig állva várja meg az eredményesét. 3/7, osztva 3/10-zel, az 3×10/3×7, mert az osztó reciprok értékével szoroztunk. Most egyszerűsítek 3-mal. Jól van, Balog. Tehát a feladat 10/7-tel. Elvégezvén a műveletet, az eredmény 1,42.857 százezred. Remek, Balog. A jelölt csoport elemei végtelenszer ciklikusan ismétlődnek. Gyerekek, csodák nincsenek. Balog eddig nem tanult, nem is tudott. Most tanult és tud. Mit szólsz ehhez, Bükk Jóska? Hát, tanár úr, kérem, ez nincs is a könyvben. Mit is mondtál utoljára, Balog? A jelölt csoport elemei végtelenszer ciklikusan ismétlődnek, uram. Egyébként az adott típusú számok racionális számok. Minden racionális szám megadható a relatív primszámok hányadosaként, amely a racionális szám normál alakja. Ezek mindenütt sűrű halmazt alkotnak, miként ezt a Cantor-féle halmazelmélet állítja. De hiszen ez felsőfokú matematika. Honnan? Honnan? Bennem van az egész lexikon, tanár úr. Benned van. Itt pedig az ötös van benne, fiam. Nem volt jelen a tanteremben, de akik ott voltak, csodálkoztak. Pedig ez még csak a kezdet, öregem. Balog, gyerekünk! Ujj be, és nem utca. Ki az? Az osztály. Mit akartok? Pihenek. Pihenhetsz majd utána is. Itt a kis tudós. Réve! Nem mi
mindenki stréber, aki tud. És aki tud, de súgni nem súg, az se stréber, he? Nem értem. Nem érti. Csak a halmaz elméletet érti. Balogh Gyula! Balogh Gyula! Azonnal jöjjön az igazgatói irodába. Engedjetek már, a dirihívó! Aztán majd számolj be erről is! A kis stréber, a spicli is! Ezt még megkeserülitek! Visszajövök! Ma, fiam, hát a csúzlis balogból, a harmonikás balogból, mégiscsak tudós balogot nevel ez az iskola? Igenis, igazgató. E nagy hírű intézet falai között, ugyebár, ahol a hivatástudattól átadott pedagógusok nem, de bár, aképpen... Jó, jó. A halmaz elméletről beszélj inkább, fiam. A halmaz elmélet. Ismerjük, ugyebár, halmaz elméletet? Hát... Én ismerem, de arra vagyok kíváncsi, hogy te ismered-e. Én igenis ismerem a halmazt, ugyebár. Van úgy, mint a halmaz, és... Van úgy, mint az elmélet, igaz? Pontosan, de milyen szabatosan tetszett megfogalmazni az igazgató úrnak. Tanár úr. Igazgató, nem értem. Úgy látszik a tanuló, amint az imént referáltam volt neked, míg most a tanuló rosszul érzed magad, Balogh? Igenis, tanár úr. Nagyon, de nagyon szédülök. Kérlek, igazgató úr, látszik, a megfeszített tanulás, az izgalom, az okozta a tanulónál ezt a rövid zárlatot, a leblokkolás, a stressz, etc., etc. Na, menj ki a levegőre, Balogh! Majd később meglátjuk. Kérlek, egyébként most lesz fizika órám. Megfaggatom a tanulót, kérlek, igazgató úr. Megfaggatom. Gyorsan, haverom, bújj ki! Már becsöngettek, és Kovács tanár úr megfaggatásra készül. A számtanhónival kifelé, hol a fizika könyvben. Ez az, ez befelé. A halmaz elmélet vissza, ez nagyon érdekli őket. Atomfizika mehet, kész. Aztán vigyázz, öregem, rohanj az osztályba. Várj! Vükjóskát meg kell fegyelmezni. Két-három füles. Bunyó, érted? Üsd, vág, nem apád! Világos! Bükjoska, nekem nem, édesapám, ütlegelem, bennem van. Mehetsz, fuss! Üljetek le! Remélem, kipihentétek magatokat, ugyanis lehetséges, hogy az órára bejön a szakfelügyelő úr. Nyugalom, nyugalom, fő a nyugalom! Először gondolkozni, utána bátran felelni. Remélem, nem hoztok szégyent a fejemre. Balogh, nem szédülsz már, kisfiam? Nem szédülök, uram. Na, akkor maradj is állva. Ma, és mondd el nekünk, hogy mit tudsz az anyagok fajsúlyáról. A különböző anyagok közül annak nagyobb a fajsúlya, amelyből az egységnyi térfogatú anyag súlya nagyobb. Helyes. Einstein véleménye szerint Newton jelentőségét éppen az adja meg, amit a... Osztály, vigyázz! Üljetek le, gyerekek! Köszönöm szépen, tanár úr, tessék csak folytatni az órát. Gyerek, a szakfelügyelő bácsi eddig még egyetlen gyereknek se harapta le az orrát. Nyugodtan, meggondoltan feleljetek. Tessék. Éppen a kis Balogh Gyuszi kezdett felelni. Balogh? Na, folytass csak, Balogh. Amit eddig mondtál, nagyon helyes volt. De most más témára térünk át. Rendben? Rendben van, főnök. Beszéljünk hát a gyilkosságokról. Morton kinyitja az ablakot, és abban a pillanatban mellébe döfik a kést. De ha Mortont a mennyasszonya szúrta le, kiölte meg a sánta pincért. Mi csoda? Huljon le az állarc! A sánta pincért ön ölte meg, főnök! Mi történik itt? Balogh, ülj le! Igazgató, kérem, ez egy krimi! A West Endi gyilkosok! West Endi. Angolul nem tanulnak, kérem. Ahhoz képest nagyon jól felkészültek. És a hangulat is eléggé felszabadult! Csend legyen! Mi volt ez, tanár úr? Kérem, igazgató,
Feltételezésem szerint Balognak megártott a túlfeszített tanulása. Kötelező tananyagon felül annyi mindent sajátított el, ugye? Ezt módonban állt tapasztalni. Ó, nem csak a krimit kérem. Balog, meg tudnál oldani egy feladatot, ami mondjuk nem a közvetlen tananyaghoz tartozik? Rosszul vagy, Balog? Köszönöm szíves érdeklődését, jól vagyok, csak mert hogy ő nem az atyám, ütöm, vágom. Példátlan viselkedésedet. A tantestület alaposan ki fogja vizsgálni, Balog. Megértetted? Állok rendelkezésére, igazgató úr. Most pedig elhagyod az iskolát, és azonnal hazamész a hivatal segéd felügyelete alatt. Indulj! Mit akarsz? Csak egy cserepet kell fölvinni, állítólag lerajzoljuk. Vidd! Nem tudsz szünetbe jönni. Szünet van. Dehogy is van, most kezdődött el az óra. Igen, de azonnalra összehívták a tantestületet, mert a Csúzlis Balog a hatodikból verekedett óra alatt, és a Dili bácsi hazaküldte a Pedellus bácsival. Micsoda? Hazaküldte? Hazavágta! Ezt ugye? Kezét csókolom. Felvű csillagom. Az iskolából jöttünk, én. Szintén hozzánk tetszik? Az igazgató utasítására jöttem. Örvendek, tessék, családlátogatás? Csupán haza kísértem a tanulót. Az igazgató utasítására. Na hát, milyen kedves az igazgató úr. Maga mindenkit haza kísér, kedves? Nem, csak Balog tanulót az igazgató utasítására, mert... Meg fogjuk köszönni az igazgatónak. De tényleg nem akar bejönni hozzánk? Még csak annyi szeretnék hozzátenni, hogy a tantestület összeüt. Viszontlátásra. Bocsánat, csokolom János bácsi. Számtamból biztos? Persze. Szóval ötös? Ötös. Ötös. És beírta? Beírta. Persze. Na hát, hogy fog apátok örülni? Ünnepi vacsorát csinálunk. Szaladjatok gyorsan, gyerekek, süteményért. Meg egy üveg szódát is, meg erőcsi, gyere. Te viszed majd az üres üveget. Jaj, tudtam én, hogy egyszer megmutatja, de hogy éppen számtamból. Hát, ilyen. Látod, öcsike? Így kell majd neked is tanulni. Mint az okos bátyádnak. Ilyen szorgalmasan, szépen felkelt reggel, hogy megtanulja a leckéjét. Hát példát vehetsz róla, bizony. Na gyere, öcskös, gyere gyorsan. Na jól van, csillagom. Fogd meg, öcsi, úgy, itt a pénz, fiam. Szaladjatok, siessetek, mert apádik mindjárt is jól leszek. Gyorsan, gyorsan, gyerekek, gyorsan. Itthon hagytál valamit, csillagom? Nem hagytam itthon semmit, kedves nagyanyám. Hát akkor miért jöttél vissza? Honnan? No, ne bolondozz. Öcsi hol van? Öcsi. Öcsike. Öcsikém. Hát, ha titok, akkor titok. Na, de most már siessetek, gyerünk. Siess, fiacskám, és gyorsan gyertek vissza. Te Gyula, gyere csak ide. Akarsz keresni egy forintot? Akkor hozzál nekem egy csomag ezüst kosutat. Honnan? Ne kétszer kérdezz, a sarki trafikból. De ne az automatából vegyél, érted? Tessék, itt a pénz. Egy csomag ezüst kosút a sarki trafikból. Bennem van. Rohanok. Rohanj. Semmi. Úgy látszik, még nincs otthon. Lehet, hogy otthon van már. Hát idő szerint már otthon kellene lennie. Bár közben is jöhetett valami. Akadhat, ami miatt. Vele mindig akadhat valami. Nézd, ott szalad. Az a fontos, hogy itthon van. Na ugye. Nézd oda. Kik jönnek? Gyuszika!
Öcsike! Öcsi! Csókolom! Csókolom! Jó napot, Valóki! Mi van, Gyula? Semmi különös, Tibic bácsi, kérem. Már úgy értem, hogy mi van a Kossuth-tal, Gyula? Fogalmam sincs róla. Gondolkozz, Gyula, na. Utoljára azt hallottam, hogy elfogyott a regimentje. Kinek? Hát Kossuth-nak. És a pénzem? Hol a pénzem? Milyen pénz? Milyen pénz? Most adtam neki egy tízest, hogy hozzon egy csomag ezüst Kossuth-ot. Mondtam neki, hogy egy forint az övé a visszajáróból. Nekem? Neked, itt az elő. Az én unokám nem tolvaj. Ha adott volna egy tízest, hozott volna a cigarettát. Ezek szerint nem adott. Nem adott? Hát akkor én vagyok a tolvaj? Na gyerünk be. Sajnos az öregség nem csak méltósággal jár, hanem memóriazavarokkal is. Memória szakad! Igen, benne van az újságokban, gyere, gyere. Szóval szükségük van a tízesemre. A nyugdíjas pénzére spekulálnak. Spekulálnak, kérem. Igen, én... Balog! Mély tiszteletem, tanár uraim. Itthon vannak a szüleid, Balog? Nem tudom. Nem baj. Majd akkor megnézzük őket együtt, vezes fiam. Szíveskedjenek itt csöngetni, nekem még egy rövid elfoglaltságom van. Mi? Te még ide mersz jönni? Te rabló, tolvaj, haramia! Itt az ezüst Kossuth a sarki trafikból. Nem kell! Spekulánsok! Nem az automatából, nem az automatából. Kovács tanár úr, na hát milyen kellemes meglepetés, tessék. Az igazgató úr, ugyanis... Én vagyok a nagymama, örülök, hogy megismertem. Tessék bejebb fáradni. Tessék bejebb fáradni. Gyuszi is most jött haza. Ugye, együtt jöttünk. Együtt? Hát gyere, gyere gyorsan, Gyuszikám, vezess be a vendégeket. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Tessék befáradni! Csak egy percre zavarunk. Ne! Á, nem zavarnak! Tessék. Én meg felteszek egy jó kávét! Gyere, gyere! Fáradjanak be, tanár úr! Fáradjanak be, tanár úr! Köszönjük szépen! Tessék, parancsoljon! Tessék erre! Parancsoljon, tanár úr! Tessék! Gyuszikám! Menj szépen most be a szobádba. Tessék, drága nagyanyám! Csavart ki a tetejét, csillagom, megint rászorult. Ezek után érthető, miért küldtem haza azonnali hatállyal a pedelussal. Teljesen érthető. Röhelyében én is ugyanezt tettem volna. Köszönöm, Balog apuka. Vannak még szülők, akik még mindig nem akarják megérteni, hogy a pedagógus... Ugyanis, ugyebár... Az elfogultság. Nem kérem, mi nem vagyunk elfogultak a gyerekkel, bár meg kell mondanom, hogy néha elgondolkozom, hogy korához képest milyen... Gyuszi, nagyon jó fejű gyerek. Igen, nagyon jó érzéke van. Sokat segít itthon. Igen, nagyon szolgálatos. Tele van szeretettel. És igyeklő is. Udvarias. Bátor. Kedves. Erős. Előzékeny. Nyílt és egyenes. Nem is értem, hogy ez a mai, hogy úgy mondjam, incidens. Igen. Persze. Igen. Persze. Talán helyes lenne megkérdezni a tanulót. Igen. Adjon magyarázatot a viselkedésére. Lehet? Természetesen, persze. Majd én. Itt a kávé. Köszönöm, Gyuszikám. Gyula! Parancsolj, atyám! Tudnál valami elfogadható magyarázatot adni az igazgatónak a mai viselkedésedről? Állok rendelkezésedre, atyám. Nekem is ez pont a kérem. Na mi van? Magyarázatot kérnek. Mit akarnak ettől a gyerektől? Öcsi? Játszik. Mit csinálsz, öcsike? Semmi. Jól van, csak csendesen. Ki jöhetsz? Olyan botrány lesz mindjárt, de olyan. Persze. Mit perszézel itt? Ki kell találnunk valamit. Gondolkozz. Jó. Miért mondod mindenre azt, hogy benned volt? Mert bennem volt, kérem. Belém volt táplálva. Látja, tanár úr, ez az eredménye annak, hogy a gyerekek gépiesen tanulnak, és nem értelemmel.
bele volt táplálva. Bocsánat, csupán csak a bátyámat szeretném kívni egy percre. Tessék. Gyere. Helyes fiúcska. Ő is hozzánk fog járni? Persze. Természetesen. Nem kell mindig azt mondanod, hogy benned van. Elmondod és kész. Okosan, ügyesen, fiam. 10 perc alatt levizsgázol, elfújod az anyagot, a gyűrű megeszi, Kovács megeszi, apával majd elintézem. Mehetsz. Menj! Te meg a szekrénybe! Ugyan, lemegyek, sétálok egyet. Ha elmentek, tűz ki a zászlót az ablakba. Menj, foglald el nagyit, én kilépek az előszobából. Gyere! Hol a cigarettám? Mi az, hogy engem ne is vetetaknos, hol a cigarettám? Ezt már egyszer tisztáztuk, Stiglitz bácsi, kérem, hogy én nem tudok semmiféle cigarettáról. Hogy nem tudsz? Hát ki csengetett be hozzám, hogy itt az ezüst kosú? Naki? Naki! Naki, te! Én! Te! Newton második törvényét másképp is megfogalmazhatjuk, amiből következik, hogy egy tárgy adott erő által idézett gyorsulása egyenesen arányos ezzel az erővel, és fordítva arányos a tárgy tömegével, e törvény alapján bevezethetjük az erő egységét, ez legyen az az erő, mely 1 gram tömegű tárgyra hatva 1 cm per másodperc per másodperc gyorsulást okoz, ezt az egységet dinnek nevezzük. Kitűnő. Kitűnő. Én mondtam, igazgató, kérlek, én mondtam. Tudta, tudta. Az én fiam, Balog. Fiam, itt van ez a Stiglitz és a Gyuszi... Nagymama, elájult! Nagymama, drága, egy konyakot! Tessék, ez jót tesz! Tessék, drága nagymama! Vigyel meg nyugodtan ezen! Szemberkedj, kiszol vagy! Nem tűröm, kérem! Nem tűröm tovább, tetszik érteni! Én ezt... Gyuszi, micsoda trükk ez már megint! Ha nagy leszek, én is ketten leszek, jó? Most menj ki szépen, öcsike, menj ki! Tanár úr, csípjen meg! Köszönöm. Gyula, azt mondtam, tessék azonnal egynek lenni. Hallottad? Bocsánat, kinek tetszett szólni? Neked szóltak. Tűnj el! Gyuszikám. Tessék, nagymama. Most viszont nekem szóltak. Kérem, én nem akarok beleavatkozni családi ügyekbe. Nagyon helyes, Stiglitz úr, mert eddig is éppen elég zavart okozott. Én okoztam zavar? Hol az ezüst kocsutam? Na, hol? Itt van, a sarki trafikból. 1 forint az enyém. Ezek után egy. Baszat se kapsz, érted? Várhatja, amíg Gyuszika megint szívességet tesz magának. Melyik? Na melyik? Azt se tudják, kérem, hogy hány gyerekük van. Szép kis család! Mondhatom! Ha megengedne egy kérdést? Tessék, igazgató. Melyik az ön fia, Balog apuka? Mondja meg a nagymama az igazgató úrnak. Én? Hát miért pont én? Hát mondja meg az anyja az igazgató úrnak. Én egyetértek apával. Én is. Tehát? Vagy mind a kettő? Nem, igazgató úr. Itt csak egy igazi Balog Gyula van. A másik? Szélhámos. De melyik? Amint tudjuk, a mi gyerekünk szorgalmas, igyekvő, jófejű gyerek, aki nem csak a tananyagot tanulja meg, hanem bevágja még a lexikont is. Hiszen azért kell fel hajnalban, hogy tanuljon. Az én voltam. Úgy. Akkor hát az is te voltál, aki összeverekedett az osztályban Bükjóskával? Az ő volt. Akkor hát az is ő volt, aki olyan nagyszerűen tudta a tananyagot számtamból és fizikából. Nem, az én voltam. Kérdezhetek valamit, igazgató úr? Kérdezzen, tanár úr. Mondd csak, Balog fiam, tudományod mai állása szerint, hogy osztunk törtet, törtel? Törtet, törtel. Tanár úr, kérem, én készültem. Úgy osztunk, hogy a... Törtet a... Segítsd ki, Balog fiam, Balogot! A változatlan osztandót az osztó reciprok értékével szorozz... Ötös, leülhetsz! Ezek után világos a válasz. Ez az én elsőszülött fiam, ehhez nem fér semmi kétség. Te pedig távozz, Szélhámos! De hát én vagyok, ez csak egy gép, egy tanulógép. Én vagyok Balog Gyula. Azt mindenki mondhatja. Hát ez... Tessék, csak azt tudja, mit beleraktam. Számtam, fizika, ez nem ember, ez egy robot. És
és ha akarom, eltűnik. Volt, nincs. Akkor hiszem, ha látom. Csili Csala bácsi. Talán kimenjünk. Erre tessék. Na, megvan az ötös találat, öröm a diáknak, öröm a tanárnak, öröm az egész Balogh családnak. Tessék eltüntetni a gépet, Csili Csala bácsi. Most a botrány közepén, hát legalább a verekedés kend rá. Most már mindegy, pedig én azt akartam, hogy büszkék legyenek rám, miszerint. Miszerint becsaptál mindenkit. De nem, én meg akartam tanulni, illetve el akartam mondani, hogy... Na, most mondd el, oda hát várna. Na, gyerek. Nem lehetne, ha együtt, ha esetleg ketten. Na, Gyuszi! Na jó. Na. Na, akkor... Mirja Varázslat, Mirja Parádé, Csili Salamádé, hip, és hopp! Gyuszi, mi legyen a zászlóval? Persze. És a Kovács tanár úr azt mondta, hogy különösebb nyugtalanságra semmi volt. Mit értett azon, hogy különösebb? Biztos az, hogy rendbe jön, hogy ki fog alakulni. De mikor? Az ember elkeseredik néha egy jó fejű, ügyes gyerek, mert ügyes. És okos. Önérzetes, én mondom. Bátor. Alapjaiban véve... Jó lelkű, segítésre. Színes egyéniség. De végignézek a barátaim. Az biztos, nem mindennapi, nem mindennapi. Biztosan tanul. Lehet. Talán nem egészen tanul. De itthon van. Jó, jó. Ez csókolom. Szerusz. Nagymama szájharmonikázik? Én magam, én nem tetszik. De, nagyon. Ha miért szájharmonika nagyon fejlett hangszer? Gyuszitól tetszett tanulni? A harmonikán sok olyan finomság kijön, ami például a hegedűn nem jön ki. A hegedű a múlté. Szájharmonikája a jövő. És a mester, akitől ez a bölcs mondás ered, őről a mi a hír? Mivel foglalatoskodik? Elment Bükkyóskával, kerámiát tanul. Ilyen vázákat fog csinálni. Vázákat? Köszönöm. Öcsi, be van. A bátyját viszont nem érdekli a víz. Azt most a kerámia érdekli. Ez van most soron. De én most elintézem. Én beszeg el. De na ám. Majd én. Tessék, tessék. Képzeld, fiam! Maga kicsoda? Én a hóember vagyok. Bocsánat, örülök, hogy megismerkedhetünk. Nem szeretnék senkinek bajt csinálni, Balogh úr, kérem. Képzeld, ahogy nyitom az ajtót, hát a hóember. A hóember. A hóember. Jó pofa. Tessék, tessék. De ne nagyon csöpögjön, drágám, ha lehet. Mivel szolgálhatok, kedves hóember úr? Bocsánat, köszönöm. Igyekszem együtt maradni. Ne tessék haragudni. Szóval,
A fiát kerestem eredetileg, Balogh úr kérem, a Gyuszit. Ugyanis... Gyuszi nincs itthon. Kerámiát tanul. Mirámiát? Kerámiát. Egy szóval megtudhatom végre, hogy... Hogy... Kérem, én nem szeretnék bajt csinálni. Azonban tessék nézni. Hát voltak éppen hóember vagyok én. Nem vagyok az. Kimondom kereken. Én tökéletesen abba vagyok hagyva, kérem. Tessék. Kimondtam. Tavaly karácsonykor kezdett el. Ezért vagyok itt. Az abbahagyási ügyben. Szóval a fiam abba hagyta önt. Hát tessék. Ez az. Félbe hagyta. Felembe. Harmadomba. Ön megérti, kérem. Betette ezt a két darab szenet szemnek. Jó. De még egy söprő is kellene a kezembe. És a pipa? Jó, hát mondjuk az luxus. Tehát az orr. És a fülem? Hol a fülem? Kétségtelen. Ön erősen abba van hagyva. Hát tessék mondani, milyen egzisztencia egy félbe maradt hóember? Két nagy gömb, egy kis gömb, két darab szén, egy fazék. Ez az én hóemberségem. Bocsánat. Nem úgy értettük, hanem... Hóember nyáron. Persze röhögnek rajtam a madarak. Röhögnek. Bocsánat az erős kifejezését, de hát ez... A világ csúfja vagyok, és megsemmisülök, mielőtt megvalósulhattam volna. Milyen finoman beszélek, a szomorúság teszi ezt. Maga éppen kapóra jött, kedves barátom. Öcsinek már vacsorázni kellene. Helyes, de... Nézze, jó ember! Hó ember! Szóval... Ide figyeljem. Csupa fül lehetnék, ha az ön kedves fia, ugyebár még a télen... Arról van. Ki csengetett? Egy hóember jött. Na, ez is tudja, mikor kell jönni. Apával tárgyal. És ez még valami bajt kavar itt Gyuszinak. Ez Gyuszi, meg én. Csókolom. Szervusz. Valami baj van? Gyorsan! De kérem, bocsánat, én nem akarok senkinek bajt csinálni. Gyere, gyorsan! Igen, gyorsan. Apa, szenzációs ötletem van! Halljuk. A házmester bácséknál láttam színes képeket, nagy táblák valami folyóiratból. Csodás! Apa, meglátod, neked is olyan örömöd lesz. Igen? Ebből támadt az ötletem. Akváriumot fogok berendezni, és tanulmányozni fogom a halakat. A halakat! A telefon helyén elég egy nagyobb, mondjuk egy 30 literes, és kellene két kisebb. Benne homok, csigák, persze és növények, moszatok. Moszatok? Igen. A kerámiát már kitanultad? Az más, de egy akvárium az az... Ebből elég? Kukucs. Kukucs. Akarod látni a vizet? A vizet? Akarom. Gyere. Meg új és új dolgok jutnak az eszembe, apa, de te csirájában elfojtod az én kezdeményezéseimet. Gyula! Mert én csak azt szeretném, ha valamit elkezdeményezel, akkor azt egyszer már folytatmányoznád, sőt, fejezményeznéd is be, mert én... Hagyjuk. Jó. Hagyjuk. Édes jó fiam, te már szereztél nekem az életben egy-két meglepetést. Hát most én is szolgálok egyel, vegyük sorra. Abba hagytad a hegedű tanulást? Hegedű tanulás? Hol van már a tavalyi hó? Tavalyi hó! Hey! Itt van! Tessék! Szóval maga az? Én vagyok. Bocsánat, csókolom a kezét. Ugyan, hagyja csak. Szóval mi van? Tetszik látni. Abba vagyok hagyva. Ugyanis Gyuszi. Ugyan, maga így is. Nagyon szép. Jaj, ne tessék igazán. Vagy úgy? Vagy úgy. Mit akarsz itt? Pillanat. Csak minden sorjában. Hát szépen összegyűltünk valamennyien, ugye? Bocsánat, én nem akarok, ugye? Na, még elcsöpök itt egészen. Igen, bocsánat, ezt már mondták. Nagyon reszkel. Álljon az ablakhoz, ott kap egy kis légvonatot. Jaj, mennyi bajt okozok önöknek? Tessék, talán a hűtőszekrény. Igen, erre csak, aranyos. Foglaljon helyet, csak kényelmesen. Úgy, hopp, az ajtót. Üljön le, aranyoskám. Úgy, és a kis fejére vigyázzon. Köszönöm. Nagyon köszönöm, igazán. Azt sem tudom. Kicsi átjárt a meleg, de már jobban érzem magam. Hát akkor... Ne sürgesd, fiam.
Jóformán még meg se hidegedett nálunk. Végtére is mit akarsz itt? Egész szeretnék lenni. Abba hagytad őt! Abba hagytad, mint mindent! Mindent, ez egy kicsit sok. Sok. Sok is. Ez a lakás. Volt már egyetlen sötét kamra is, amikor ifjú Balogh Gyula éppen fényképészettel foglalkozott. Néhány igazán kedves felvétel készített, meg kell hagyni. Meghagyom én! Meg! Voltak sikerei kétség kívül, mint kisvegyésznek is. Tessék! Itt van, tessék! Itt van! Felrobbant a színházi látcsöven! És jól emlékezhetnek rá a kartásnők, a nejloningem tövig égett! Úgyis kigyulladt volna, talán. Öngyulladással. Persze, lehet. De nem úgy történt, hanem úgy, hogy hamuvá égett, miközben az én drágalátos fiam kémből, gyufából, mancsettagomból és az egyetlen üveg kínai tusomból urániumot akart fejleszteni! Igen, urániumot. Volt ez a lakás már minden. Asztalos műhely, üvegcsiszold, a tyúkfarm, csipekeltető üzem. Emlékezzenek jól a kartásnők? Csipekeltető üzem! Pipi. Arról volt szó, hogy rendszeresen látogatod a múzeumokat és naplót vezetsz. Hol van? És tanulmányozod a vívás történetét. Hol van? A műkorcsolyázást is abba hagytad. És most itt áll előttünk ez a szerencsétlen, fájdalmas életű, sorsüldözött hóember, mert azt is abba hagytad. Mert házat építettem a madaraknak, akik fáztak. Tőled meg is fagyhattak volna, mert abba hagytad a madárházat is. Hes! Mert elkezdtem hegedülni, hogy zenével vigasztaljam a szomorúakat. De nem vigasztaltad, mert azt is abba hagytad. Itt van a hegedű. Tessék! Abba hagytam, igen, abba hagytam, mert mosógépet kezdtem szerkeszteni a nagymamának. Nekem. A nagymamának van mosógépe? De olyat, amelyik mos, szárít és vasal. Vasal! Vasal. Egy olyan modell, amely abba van hagyva! Itt van egy nyomorék. Szívében megszomorodott hóember. Ház nélküli galambok. Egy lerobbant hegedű. Ez van. És mi minden még? Mi minden? Abba hagytad. Abba hagytam. Igenis, abba hagytam. Mert végül is előbbre valónak találtam népem dicsőségét, az emberiség haladását, és hogy mi magyarok is ugyebár. Készítettem egy űrhajót. Persze. Űrhajót? Gyuszi. Űrhajó. És az hol van? Hol van az űrhajó? Az hol van? Hol? Itt. Csilicsola bácsi, itt tetszik már lenni. Itt voltam végig, Gyuszi, a kezdetétől mostanáig. És miért nem tetszett beleavatkozni? Hát mit kellett volna csinálnom? Befejezni a hóembert, felépíteni a madárházat és megtanulni hegedülni, hogy esetleg az űrhajót fellőnni az udvarról? Akkor minek tetszett idejönni, ha nem tetszik segíteni? Búcsúzni jöttem, Gyuszi. És soha többé nem tetszik eljönni hozzám. Ki kísérsz? És ha megcsinálom a hóembert, és a madárházat is megtanulok hegedülni. Akkor sem. És a hajót igazít, és a vasalót a nagymamának, és ha... Akkor sem. Akkor majd te jöhetsz el én hozzám.
akarod? Persze. A többit is viheted. Öcsi, fürdés, lefekvés. Neked szóltak, öcsi. Tudom. Gyere, Morzsi. Wow, 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 wow. Ne ugass, egy ló nem ugat. Tehát ez kutya. Tegnap még ló volt. Tegnap ló, ma kutya. Nem hiszed? Öcsi, fürdé... Mi ez? Gyuszi, mi ez már megint? Hát soha nem jön meg az eszed. Nem én voltam apa. Öcsi. 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 Gyere, Morzsi! Gyerünk! Piri a varázslat, piri a parádé, csili csalamádé, hipp és hopp.